tudtunk odaépülni az elmúlt évben, mert közel 1.800.000 forint érkezett az alapítvány számlájára a 1%-ukból. A Dunaói Város és Környéke 04 alapítvány idén is várja az adó 1%-ából befolyó támogatásokat. A tavalyi évben majdnem 1.800.000 forintot kaptak így. Az adóforintoknak köszönhetően új készülékeket vásárolhattak, és lecserélhették az elhasználódott eszközöket. Most a legfontosabb az lenne, hogy a meglévő eszközeinket cseréljük. Szeretnénk egy új defibrillátort vásárolni, illetve olyan rögzítő eszközöket, vákuumsink készleteket, amik az évek alatt már elhasználódtak, tehát rendelkezünk velük, de már sajnos nem éppen a múlt héten vásároltak ezek. Ezeknek a cseréje feltétlenül szükséges lenne. Természetesen ez nagyban függ a helyi vállalkozók, magánszemélyek, önkéntesek felajánlásaiból, és ezt tudjuk kiegészíteni adó 1%-kal. Itt a nyomtatvány, az adó 1%. Adónk 1+1%-át ajánlhatjuk fel. Ehhez csupán egy ilyen nyilatkozat kitöltésére van szükség, amely megtalálható az adócsomagban. Nagypa Porsoly a könyvelő elmondta, tavaly a dunaui városi emberek elsősorban az egészségügyet és az állatvédelmet támogatták adóforintjaikkal. A személyjövedelem adó, tehát a befizetett adónknak az 1%-át, illetve még 1%-át tudjuk felajánlani. Ezt amennyiben nem tesszük meg, akkor az adónk 1%-a belekerül az állami költségvetésbe. Amikor 1+1%-ról beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy az 1%-át felajánlhatjuk egy közhasznú szervezetnek, a másik százalékát pedig egy egyháznak. Mind a két esetben a NAV honlapján megtalálhatóak azok a közhasznú szervezetek, illetve egyházaknak az adószámai, ahova az adó 1%-át fel lehet ajánlani. Amikor kitöltjük a nyomtatványt, hogyha kézzel töltjük ki, akkor ugye figyeljünk, hogy szintén az adószám, illetve a nevünk az ugye fel legyen tüntetve. A szakember a nyilatkozat helyes kitöltésére hívja fel a figyelmet, amelyet elektronikus úton és papír alapon is be lehet nyújtani. Fontos tudni, hogy a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása nem jelent pluszköltséget az adózóra nézve. A szervezetek számára azonban nagy segítség lehet. A leadási határidő május 20-a.